pályaorientációs nap, ezért igazából a vadász részét félre is teszem, csak a hivatásos vadász munkájával, tevékenységével fogok foglalkozni. Ki is a vadász és mi a feladata? Hogyan érdemes gondozni a vadak élőhelyét? Milyen csapdák léteznek? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre kaphattak választ az István Király Általános Iskola tanulói, akik egyfajta ajándékként vehettek részt a Fülei Nimród Vadásztársaság elnökének előadásán. Néhány gyerkőc már majdnem pontos ismeretekkel érkezett a foglalkozásra. Hogyha elszaporodnak, akkor nem lesz mit egyenek. Ezért kell őket karbantartani, hogy figyelni rájuk, hogy ne szaporodjanak túl, és ezért fontos szerintem a vadászat, meg azért is, hogyha azért van, aki szereti a vadhúst, az nyugodtan, ha szeretne egyen, mert hogyha nem enné, akkor valószínűleg nem jelenne jó kedve, és rosszul lenne. Természetesen a tanulók egy kicsit mélyebben is hallhattak a vadhús fogyasztásának fontosságáról, de a hivatásos vadász szakma rejtelmeibe is bepillanthattak. Ezek mellett azt is megtudhatták, hogy az állatok leterítésének bizony fontos célja van. A vadállatoknak az élőhelye az csökken, és az emberrel való konfliktusa ezáltal nő. Ugyanígy a vadkár helyzet, tehát nagyon sok konfliktust szül, úgymond az ember és a vadállat találkozása, ezért kell a vadállományt szabályozni, kordában tartani. A pályaorientációs interaktív foglalkozás az iskola példaképtársorozatának következő állomása volt, melynek során különböző életutakat kísérhetnek végig, foglalkozásokat ismerhetnek meg a diákok. Nagyon kell az, hogy a gyerekek ismerjék a környezetüket, a környezet megóvását. Ez egy lánc, egy láncolat, amibe belekerül ember-állat egyaránt, és hogyan kell ezzel foglalkozni, hogyan kell a környezetünket óvni. Tehát szerintem ez egy akkora téma, amit nem elég hangsúlyozni. A beszélgetés során szó volt a vadgazdálkodás felelősségéről, a vadállatok életéről, etetéséről, az erdővédelemről, a fenntarthatóság és a környezetvédelem tükrében, és különböző eszközöket, trófeákat és állatpreparátumokat is láthattak testközelből az istvános gyerekek.